Na, sziasztok srácok, gondoltam, ha már sikerült kiimádkoznom a Ventót a garázsban, mutatok róla csinálok róla egy videót, meg egy-két dologról még szeretnék beszélni, szóval ilyen vlog-szerű akármicsoda lesz. Ja, egyelőre most így néz ki, sikerült ugye megültetni, vagyis berakni az ültetőszetet. Garázsból kijövetel az rettenetes volt, deszkákon tudtam még így is kijönni, pedig most annyira nincsen letéve, majd talin jobban lesz. És a taliról is akarok beszélni még annyit, hogy ugye húsvét hétfőn lesz, szóval egy hét múlva. És pont itt, ahol vagyok, nem itt pontosan, kicsit odébb, de mindjárt megmutatom, hogy hol, mert igazából páran kérdeztétek, akik messzebbről jönnétek, hogy hova kell pontosan jönni, jó? Ja, egyébként ennyi. Hát Taliig még változni fog, ugye még a gagyi felni van rajta, jobban lesz tekerve, sötét lámpák lesznek, ha sikerül, meg szélvédőre egy csík, meg ugye a fehér fölnik, azok fognak érkezni. Hogyha esetleg akartok jönni Talira, zalaegerszegi márka független autós találkozó, akkor ezt legkönnyebben úgy találtok ide, hogy ha Balaton felől jöttök be a városba, 76-osan ugye, akkor nem tértek le arról az útról, ami jöttök egész végig, át a városon ugye, jöttök, és akkor ezen az úton fogtok végigjönni, onnan, így, végig ezen, és akkor, hát nem tudom, mit lehet. Ott van egy ilyen autóalkatrészbot, azzal szembe kell bemenni. Egy ilyen kereszteződés van gyakorlatilag, egy lámpás kereszteződés. Talán. És akkor ott bementek, nem megyek el addig most, és akkor ott már meg fogjátok találni. Gyakorlatilag ott a fenyőket, amit láttok, azon túl van az a betonplac, és ott szokott lenni. De így próbálom mutatni a környéket, aztán akkor kb. Talán látni, hogy találtok ide. Ja, és ott akkor össze tudunk futni, ha gondoljátok. Hát az egieknek, meg az olajaknak is mondom, meg akik távolabbról jönnek. Fóka például, te is mondtad, hogy jönnél, bár nem tudom, milyen idő lesz motoron. De mondjuk tudom, hogy te meg motoroztál egész végig. Úgyhogy neked szerintem annyira nem gond, már mint egész télen motoroztál. Fú, gyerekek, fázik a kezem, hallod? Reggel fagyolt. Kihagytam éjszakára az autót, mondom, nem szenvedek a kibejárkálással, mert amúgy is szívtam elég sokat ezzel a kiárással. Mondom, próbáljuk leredukálni a kibejárkálások számát. Ja, srácok, ilyen lesz, meg még egy kicsit durvább Talira. Nem tudom, mennyien lesznek egyébként, elég későn kezdték el hype-olni. Ugye én csináltam róla pár hirdetést, vagy ilyen, vagy nem ezzük ilyen reklámot, de remélem, hogy jöttök, aztán akkor tudunk találkozni. Ezt meg tudjátok nézni a Ventót. Csomóan még mindig AMTS-en vagytok mi. Pénteken én is fönn voltam. Hívta egy srác, hogy láttam a Keeper, de nem voltam benne biztos, hogy te vagy, nem mertem oda menni hozzád. Zavol. És képzeljétek, lehet, hogy tudok szerezni egy P1-es rácsot. A első szériás rácsot, aki ismeri a Ventókat, az tudja, hogy miről beszélek. Bazzer, remeg a kezem. Jó van, hát igazából más nem is nagyon akartam mondani. Úgyhogy ennyi lenne. Ja, raktam ilyen egy-két matricát. Az a baj, mindig elfelejtem, Instagramra rakok ki mindig ezeket, képeket. Aztán elfelejtem, hogy ugye hát lehet, hogy azt nem is láttátok, akik csak a videókat követitek. Ilyen, raktam egy izét, pedómacit, meg ilyesmit, Pepsi helyett szexi, meg egy kicsit ilyen retrós plakátszerűt, meg egy matchboxot. Ja. Nem van, srácok. Akkor majd várlak benneteket. Lesznek majd gameplay videók is, de iszonyatosan el vagyok foglalva. Tegnap festettem a felniket.
pénteken AMTS volt, úgy gyakorlatilag minden napra valami valami akadt. Na, köszönöm a figyelmet, gyerekek, aztán jók legyetek ám. Aztán találkozunk, hogyha jöttök. Megismertek talán. Izébe leszek, szerintem. Fölveszek egy, van egy amerikai digit mintás, ilyen zubbonyom, lehet, hogy azt felveszem. Illeni fog a kocsihoz, tudjátok, mire gondolok. Na, köszi figyelmet, jók legyetek, ciao.